az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagyon nagy örömmel köszöntelek mindannyiótokat, Kelembölgyi templomnak a híveit, akik ide jártok, interneten belünk lévő testvéreket is. Mai napon Urunk megkeresztelkedésének fő ünnepe van. Én meg azt mondanám, hogy Istenhez tartozásunknak a fő ünnepe. Mindegyik mise erről szól igazából, de ma talán van még egy plusz nyomaték karácsonynak titkából fakadóan is, az egész ünnepkörnek a titkából fakadólag is. Elsősorban Istenhez tartozok, ez a mai napnak legfontosabb üzenete. Ezt a szentmisét szeretném erre a szándékra felajánlani, hogy ti is ebbe mélyüljetek, és hogy méltó módon tudjuk ezt szemlélni, tartsunk csöndet, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelme. Kegyelmez, Uram, irgalmazz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú emberek. Urunk és Istenünk, menj el!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, mikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli fel hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nátszálat nem töri össze, a pislákoló mécs belet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lalkad el, és kedvét nem veszíti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam a kezed, és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlőcből azokat, akik a sötétben ülnek. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte, aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek, mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a lélek tesz tanúságot róla, mert a lélek igazság. Tehát hárman tanúskodnak, a lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Az emberek tanúságát is elfogadjuk, de az Isten tanúsága többet jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a fia mellett. Ez az Isten igéje. Thank you.
veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben keresztelő János ezt hirdette: aki utánam jön, hatalmasabb nálam, arra se vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a sarusziát. Én csak vízzel keresztellek benneteket, ő pedig majd Szentlélekkel keresztel benneteket. Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus Galilea Názaretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig ez a hangzat szó hallatszott: te vagy én szeretett fiam, akiben kedventelik, akiben gyönyörködöm. Ezek az evangélium igéi. Emlékeztek rá, úgy kezdtük a Szent Misét, hogy az legyen a fő szándék, vagy pontosabban azt mondtam az elején, hogy Istenhez tartozásunk nagy ünnepe van. Ezt a dolgot arra építem, vagy azért hoztam ide ilyen módon egy mondatban, mert ma ugye Urunk megkeresztelkedésének fő ünnepe van, és önkéntelenül is, hát én érzem a párhuzamot, vagy idehoznám a mi megkeresztelkedésünket is, bár leszeretném szögezni, és a fiatalabbak kedvéért kicsit tanító jelleggel elmondani, hogy ez nem ugyanaz a keresztség persze, amiben mi gyermekkorunkban, vagy pedig a katekumenek húsvétkor szoktak részesülni. Ez Jánosnak a bűnbánati keresztsége, amit ott meghirdett a Jordán partján azoknak, akik meg akarják változtatni az életüket. Baptizálni, alámeríteni, ebből jön az ige. Más nyelveken ismeritek, tehát szintén angolban, németben, franciában, latin nyelvekben is hasonló a keresztelkedés, erre az igére vezethető vissza. Sőt, baptista testvéreink egy egész ugye felekezeti irányzatot is elneveztek erről, tehát alámerítkezés. Mégis én azt mondtam, hogy ma a keresztségünket szemléljük. Ez az a pont, amire mondom, azok kivételével, akik felnőtt korba kereszteltek meg, nagyon-nagyon kevesen emlékezhetünk, mert ugye kiskorunkba történhetett. Mégis a legnagyobb kegyelemnek tartom. Hogyha megkérdezném tőletek, hogy melyik a legfontosabb szentség a most számon tartott hét közül, akkor talán mindannyian az eukarisztiát mondanátok, mert abban benne a Krisztus valóságos teste itt közöttünk. És valószínűleg így is van, mert sok teológus utalt rá, hogy az a csúcs és a forrás, ám ha nem lenne a keresztségünk, nem tartoznánk az Istenhez. Tehát a keresztség szentsége, a szentségek kapuja, az első szentség. Eddig gondolom úgy érzitek magatokat, mintha egy hittanórán lennénk, és hol van itt a lelki tét, atya, meg vagyunk keresztelve, és ünnepülünk itt a templomban, de mi van ezen túl? Az van ezen túl, hogy elhangzik egy mondat a mai napon. Tudjátok-e, hogy melyik gondolom, tudjátok? Így szól a mennyei atya: te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. És ide szerettem volna igazából megérkezni. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Most pedig ismét lelki műtét következik egy picit bennetek és nektek és magamnak is. Héten előkerült egy nagyon fontos olvasmány, aminek kapcsán arról elmélkedtünk itt a testvérekkel a templomban, hogy leginkább csak az odafönt valókat, az Isten ügyeit keressétek, és a többit megkapjátok hozzá. Hogy a legeslegfontosabb az Úrban való levés, az ő ügyeinek, akaratának a szemlélése, és az ahhoz képest a többi mind-mind-mind, hát megkapjuk hozzá
helyzetben van. Azt szoktuk mondani, testvérek, hogy eljöttök ide a templomba Isten tiszteletre, hogy tudjuk egymást szeretni. Én meg azt mondom nektek a mai mondatunk alapján, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem, eljövünk az Istent szeretni, hogy tudjuk egymást tisztelni. Legelső sorban Istenhez tartozol, személyesen, te és az Úr, és ebből fakad minden. Az volt benne az olvasmányban, hogy szedjük le a vakoknak a homályát. Mai misénkben, elmélkedésemben ezt a hájogot akarom távolítani a szemetekről. És jöhetnek megint az indokok, és bocsássatok meg, hogy ilyeneket mondok. Családos testvéreink szólhatnak. Atya, én úgy érzem, vagy nem kell, atya, mindegy, hogy én elsősorban a gyermekeimért, a férjeimért élek, értük, dolgozom, munkálkodom, az ő boldogságokat keresem, és azt kell mondanom, hogy a frászt. Te elsősorban Istenért élsz. A férjed is elsősorban Istenért él, és a gyermeked is, és kölcsönösen. A többi ennek a kapcsolatnak, amiben itt feladatok várnak ránk, vagy életkörülmények, a megerősítése. Hogy ebből fakadólag tudunk egyáltalán a feladatainknak megfelelni. És nem a feladataink a cél, hanem Isten a cél. Nem az életállapotunk a cél, hanem Isten a cél. Nem a házasságom, a szerzetességem, a papságom a cél, hanem a Krisztus, az Isten a cél. Ezt nagyon helyre kell tenni, nem tudok mást mondani. Mert egyébként minden időlegessé válik, és nagyon-nagyon foszlóvá, mint amikor megeszi az alvázat a rozsda, és javíthatatlanná válik az autó. Mész, de kifut alulad a gép. Az Isten a cél, testvérek. És nem is úgy, mint egy futóverseny, hanem szeretet kapcsolat alapján. Ő szeret téged, és te szereted őt. Mindennél jobban. Akkor tudsz jó feleség, jó férj, jó gyermek, jó pap, jó szerzetes, jó bármi lenni, ami ismétlem nem cél, hanem körülmény ebben az életben, adottság, lehetőség, ajándék. Elsősorban az Úrhoz tartozol, és ennek a határhelyzete meg is jön majd az életedben. Én nem szeretném azt, hogy sok testvérrel együtt ti is abban legyetek, hogy amikor már árván kicsit bent a kórházakban mérlegeled az Isten kapcsolatodat. Az lenne jó és kegyelemmel teljes, és ennek az ünnepnek az ajándéka, hogy én az Isten gyermekségemben, az Isten fiúiságomban, akiben kedvet ellik az Atyának, tölteném a mindennapjaimat. Új Szent Imre hercegre, Szent Margitra, Árpádházi Szent Erzsébetre, Szávió Szent Domonkosokra lehetne mondani, hogy van szükség, vagy kereslek titeket, akiknek semmi más nem fontosabb bennél, mint az Úr. Neked legfontosabb az Úr? Nekem a legfontosabb az Úr? Nem baj, hogyha ezt szemlélitek most élesen, jó? Élesen. Ez van. Ez az adottság, helyre kell állítani, Henrik atyával beszéltünk, az ősbizalmat, a szeretetnek a bizalmát az Istennel újra. Krisztus ezért csinálta az egészet, hogy ezt megmutassa, valószínűleg ezért áll be oda a jánosi keresztségbe, a többiek közé. A másik evangéliumban úgy van, hogy de hát Uram, nálad kéne megkeresztelkedjek, Jézus azt mondja, hagyjuk ezt most, hadd lássék, hogy miért jöttem. Kicsit megint a fiatalokat sajnálom, bocsássatok meg, hogy ilyen gondolataim vannak, de rajtatok látom a legkevésbé, hogy ez vonzza a titeket, hogy számomra az Isten a legfontosabb. És ki is mondom a korosztályt így, jó 10-11 éves kortól olyan 25-ig a legbeszélyesebbek, testvéreink, üdvözöllek titeket itt a tévében is.
Minden fontos, csak az Úr nem, közben meg hozzátartoztok a legjobban. Ilyen szempontból tényleg Szávió szentdomonkos, vagy pedig van az a másik srác, akit most avattak nemrég szentté, aki Nike cipőben fekszik az üvegkoporsójában valahol Olaszországban. Tudnátok megalapozni az életeteket kellő időben, a legfogékonyabb időszakban, amikor a kötődés komolyra fordul. Nem a gyermeki kötődésre gondolok, hogy jaj, de jó anyával, apával, hanem a ragaszkodás kötődése. Szépen fogjátok egymás kezeit, de fontosabb az Úr. Akkor tudok erősen kezet nyújtani és erős lenni, ha az Úrt fogom, az Urat fogom elsősorban, és vele vagyok szerelmi, szeretetteljes, kegyelmi kapcsolatban. Akkor lesz nektek is jobb otthon. Uram Istenem, tudjuk, hogy megtört az ősbizalom, az ősszeretet valamikor ott a paradicsom kertben, de Krisztus helyreállította. Mai ünnepen elsődleges fontossággal a kegyelmet már megkaptuk a keresztségben, tehát ezt hozta újra, nyitotta ki újra a lelkünkben, hozzád akarok kapaszkodni. És ismétlem, nem azért, hogy jó feleség, jó fér legyek, de amúgy is az leszek, ha ez meg lesz. Sokat rugódzunk most ezen ebben a prédikációban, de nem engedlek titeket, még szorongatlak titeket. A lelketeket akarom szorongatni egy kicsit. De jól, hogy lássátok, hogy mi a legfontosabb. Én tanuló folyamatban vagyok, a papi identitásomat nézve, sok vihar ért mostanában, nem csak személyesen érintve, hanem a társaimat is érintve. Nagyon sok évfolyamomból már ketten, paptársaim közül, akikkel együtt jártam a szemináriumban, 14-en mentek el. Tehát nekem folyamatosan kell ezt az identitást erősíteni, hogy hogy vagyok én az Úrral. Tényleg én vagyok-e az ő szeretett fia, az ő nevében élek, táplálkozok, identifikálom magamat, vagy pedig Huszti Zoltán vagyok, aki egy funkciót elvégez, mert pappá szentelték. Kovács Géza vagyok, aki házasságot kötött édesapa, egy funkciót elvégez, vagy pedig az Isten gyermeke. Luizika vagyok, a gimnáziumból, szép, szexi, és vágyom a fiúknak az udvarlásait. Mindent elsöprök, vagy pedig az Isten gyermeke. Szerzetesnő vagyok egy rendben, végrehajtom a regulát, mindent megcsinálok, vagy pedig az Isten gyermeke. Országvezető politikus, nép jótevője, vagy pedig az Isten gyermeke. Az egyik örök életre szól, a másik időleges. Lehet mind a kettőt jól csinálni, de hova rakom le a súlyt? Fiatalokat itt beleszőttem a prédikációba, kicsit fáj is, mert látom, hogy vagytok itt egy páran, de higgyetek nekem. Most tudtok súlyozni. Most. Igen. Most tudjátok az életeteket jól megalapozni. És erre már az első áldozós korú gyerek is alkalmas, aki már észleli, hogy én jobban akarom szeretni az Urat, mint apát és anyát. Jobban akarom szeretni Jézus Krisztust, mint apát és anyát. Ha ki tudtok ilyeneket mondani, akkor a valóságos súly, a valóságos atyát látjátok, és a legfontosabb támaszot. Én jobban tudom szeretni az Istent, mint a feleségemet, a férjemet, testvéremet, mint a szerelmemet, és akkor nagyon jól fogod szeretni a szerelmedet, a férjedet. Uram Istenem, add, hogy Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, a keresztségi kegyelmet már megkapva, az Isten fiúságot kegyelmi módon már helyreállítva, bennünk is meglegyen a bizalom, hogy ez van, hogy ez súlyos, hogy ez élet, hogy ez teljes. Azt is mondhatom, hogy ne legyetek buták, ne játsszátok el az életet. A legfontosabbra alapozzatok. Alapozzunk együtt. Amen.
hogy legyen egy megerősítő oldala is az elhangzottaknak. Én most ez egy az egyben felolvasom a keresztelési szertartás könyvből azt a részt is, amit a keresztszülők és a szülők hallanak, és ez alapján tesszük majd le a hitvallást, de a bevezető imádságot is idehozom, hogy emlékezzünk a keresztségünkre. Kedves szülők és keresztszülők, a gyermeknek, akit az egyház szín elé hoztatok, Isten jósága új kegyelmi életet ad vízből és szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk tanítása szerint. Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne. Azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy hitbéli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességeiteket. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a szent keresztségben. Mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban. Ez az Anya Szent Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeket. Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk. Ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Így imádkozunk együtt, testvérek, hogy a világ meglássa bennünk Isten gyermekeit. Addunk, hogy Jézus Krisztus lelkületével közeledjünk az emberekhez alázatosságban és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, Krisztus lelkületét püspökeinknek, papjainknak és mindazoknak, akik segítik munkájukat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a népek és a fajok közt megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te a mai napon kinyilvánítottad, hogy Jézus a te szeretett fiad. Add, hogy akik a keresztségben vele egyé lettünk, mindvégig hűséges gyermekeid maradjunk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk most együtt, testvérek, hogy közös áldozatunk kedves legyen, ami Urunk Istenünk szín előtt. Fogadja el az Úr kezünkből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Fogadd el, Istenünk, áldozati adományainkat,
amelyeket Szent Fiad megkeresztelkedésének ünnepén eléd hozunk. Kérünk, hogy híveid adománya Krisztus áldozatává váljék, aki irgalmasságában a világ bűneit eltörölte, aki él és uralkodik Isten mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te csodálatos jelekkel vetted körül Jézust, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében, mennyei szózatot hirdette, hogy igéd itt lakik köztünk. A galamb képében leszálló lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztust, a te szolgádat az öröm olajával fölkented, és a szegényekhez küldted az üdvösség jó hírével. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval énekeljük. Szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.
Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről is, mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te amikor megszülettél, az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérünk mi is téged, béke fejedelme. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor. És a tárgyát. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veletek. Béke. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Interneten jelenlévő testvérekkel imádkozzuk a lelki áldozás imáját. Jézus Krisztus, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben.
Bár most nem tudlak téged itt a templomban magamhoz venni, de jöjj legalább lelki módon a szívembe, és add meg az Isten gyermekség elsőbségét. Amen. Krisztus teste és vére őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Amen. Édes Jézus, neked énem, édes Jézus, neked való, életemben, halálomban, édes Jézus, fiam való, édes pedig imádkozzuk el Bíboros atyának az imádságát. Mindenható Úrunk, atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodás törvényeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy a világról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg is és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találtunk, átéljük, hogy mindig is a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit,
hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljuttatását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak. Adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősíts bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló, vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsáss meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással követtünk el. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk. Mind a magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk. Csíksomjói boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Amen. Szent lakomádban részesítettél minket, Istenünk. Kérünk, hogy egyszülött fiat tanítását készséges szívvel hallgatva Isten gyermekei lehessünk, és valóban azok is legyünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Egyetlen hirdetés van mai napra. Regnum Christi közösség szervezésében alfa kurzus indul. Szeptember 21-én, mondom indult, szeptember 21-én. Ez egy 11 alkalmas beszélgetés a keresztény hitről vacsora mellett szerető légkörben. Szeretnétek, hogy nem hívő rokonaitok vagy ismerőseitek megismerjék Jézust, hívjátok el őket, és kísérjétek el őket az első alkalomra. Szerintem ez a hirdetés téves, bocsánat, hogy elkezdtem olvasni. Henrik atya rosszat nyomtatott ki, ilyen is van. Akkor nekem van hirdetésem. Elsősorban Isten gyermekei vagyunk, tehát ezt vigyétek haza, kérlek. Jó? Akármilyen kis, vagy nem, ha nagy céljaink, feladataink is vannak az életben, akkor is csak úgy fog menni, hogyha az Isten gyermekségetek helyreáll. Atya és én. János atya is megnyilatkozik. Örülök Zoli atya szövegének, amit most megosztott velünk. Én megosztanék veletek egy személyes élményemet. Van vagy 20 éve a Szent Ünnep plébánián kereszteltem egy kisbabát. Olyan szépen ment minden, és persze, amikor az ember leönti a kis fejét, tehát észreveszi, hogy elkezd sírdogálni. Nagymama odaszalad, jaj, drága csillagom, ne sírjál, nem történt semmi. És akkor rögtön ösztönszerűen azt mondom, nagymama drága, én kijavítom magát. Most történt valami, a pici gyerek Isten gyermeke lett. Ez a végén mindig, mikor picit keresztelek, a föltott szorozott a menni anyukám elég. Most képzeljétek, mutatok neki egy szentet, és fölemeljük a kisbabát. Itt egy szent. Ti is ilyenek legyen. De itt is van egy szent. Téged is megkereszteltek. Mindannyiunkat megkereszteltek, mindannyian szentek vagytok, csak higgyétek is el már végre. Jó? Na. Az Úr legyen veletek. Boldogságos Szűz Mária és minden védőszentjeitek közbenjárására. Itt a templomban különös módon is Szent Háromságos Egyisten kegyelmi kiáradása által. Mind a magyar szentek és boldogok közbenjárására is, és ma az Isten gyermekség ünnepén Krisztus megkeresztelkedésének főünnepi kegyelmi kiáradása által. Áldjon, őrizzen, oltalmazon, erősítsen, gyógyítson, állítsa helyre az ősbizalmat Isten és ember között a mindenható Isten, aki Atya és Fiú és Szentlélek. A Szent Mise véget ért küldetésnek van, menjetek békével. Istennek legyen hála.